Sziasztok! Zozoka vagyok, folytatom tovább a Project Zomboidot. Mert már nem tudom, hanyadik nap. Sok. Már két hét. Biztos már két hét. És basszus, köd van! Amikor jöttem, akkor is köd volt? Vagy most? Tehát amikor elmentettem a játékot. Hát a köd az életveszélyes. Ó, gyerekek, a köd az életveszély. Megeszem a levest. Nem már, mi menjünk ki. Nem, gyerekek, a közöd az életveszély. Egyrésztről, ha tart addig a köd, bassza meg. Hát ezt nem hiszem el. Ha tart addig a köd, ameddig odaérek a kocsihoz, és beszállok a kocsiba, vissza kéne hoznom valamit valahogy a kocsit a ködben. De gyalog is életveszélyes a köd. Gyerekek, szerintem olyankor nem menjetek sehova, amikor ennyire rohadt köd van. Ha csak nem, nagyon muszáj. Akkor sehova. Baszki. Hát nem látunk semmit, értitek? Mondhatjátok, hogy a zombik se, de hát cseszhetem, mikor mondjuk egy csapat zombit nem veszek észre, hogy valami, és elkezdenek utána. Ne. És elkezdhetek futni. Nem. Ködbe ne menjetek sehova. Csak, ha nagyon muszáj. Na, és most, hogy így most már rohadtul a lelketekre beszéltem. Megeszem. A levest. Jó, figyelni kell, hogy a köd az el fog-e múlni. Áthúzom ide. Amúgy azért jó még egy picit, hogy hagytok pilácsot ilyenkor ez a épületben, ahol vagytok, és be van függönyözve természetesen, mert hogy észreveszitek azt, hogy mikor megy az áram. Oké, hogy állunk? Testállapota rendben van. A üres szódás palack. Itt még mindig nincs víz. Basszus, nem már, ez ilyen hamar kifogyott. De én úgy tudom, hogy... Isten áldjon meg, már erre akarok rányomni, de nem csinál semmit. Tudjátok, mit fogok megnézni? Azt, hogy... Ja, nem jó. Na mindegy, hogy állunk? Jó. Most már ha elindultam ide, akkor már megnézem viszont. Kimászunk az ablakon. És megnézem ezt a vödröt. Aha, jó. Ennyit akartam, hogy saját magamat. És ennyi is volt? Jó. Itt ugye van. De még mindig azt mondja, hogy saját magamat. Abba a kis vödör vízbe nem tudunk rendesen megmosakodni. Aha, igen. Gyanús volt, hogy nagyon hamar abba hagyta. Mert így is látjátok, tehát, hogy itt sem tartott nagyon-nagyon-nagyon sokáig a mosdás, de akkor is, tehát egy kicsit tovább tart. Itt óra 50. Hát ez nem fog, lehet, hogy egész nem. A rádiót ugye néztem, egyik sem ugye vészhelyzet is. Mert ott bemondják azt, a vészhelyzeti csatornán. Valutek rádió. Vegyük fel, így van, itt vegyük fel. És... másodlagos eszköz. Bekapcsoljuk. Há igen, tehát nincs. Kéne keresnünk, találnunk egy olyan rádiót, ahol van vészhelyzeti csatorna, mert ott bemondják ezeket.
Tehát időjárás jelentést kapunk. Kapunk azt, hogy mikor megy el az áram, a közmű, a helikopteres berepülésről. Itt meg most... igazából sok értelme nincs. Ja, de igen, nem tudom, hogy hol lehet találni ilyen frekvenciasávokat. Mert van ilyen, hogy beállítás hozzáadása, nézzétek? Jó. Most nem. Nem merítem az elemet. És... tévén van bármi adás? Akárhol, most úgy értem. Nem úgy néz ki. Shubidubidu. Felszedés. Felszedés. Prémium. Mi az, hogy R a tárgyról a talajra váltás? Aha, aha. Jó, jó, jó. Tehát, hogy alatta akkor az asztalt érzékeli. Sőt, ha tovább nyomtam most az R-t, akkor a parkettát is. Tehát, hogy a büdös francba gyerekek lehet megforgatni ezt a rohadt tévét? Hogy lehet megforgatni ezt a mocskos rohadt tévét? Forgatás. De így mit forgatok tehát? Lerakás. E-gombot a módváltáshoz. Azt szerintem, hogy az akkor a szétszedés lesz. Már megint hülye helyre raktam, mert nem látom rendesen. Ó, banyek. Ez nekem ez körülményes most nagyon. Tehát lerakás, úgy, most tehát, hogy most ott vagyok. És ugye, szétszerelés biztos, hogy nem. Forgatás. És bármit nyomok, tehát nyomogatom én most az egér gombot. Készülék beállítása. Az meg ugye természetesen az lesz, hogy be tudom kapcsolni. Nem, de gyerekek, nem jövök rá. Nem tudom. Hogy lehet megforgatni ezt a mocskos rohadt tévét? Itt van rá, itt is van rádió. Ja, ez meg állandóan... ja nem állandóan. Igen, jó, kikapcsoltam szerencsére. Jó, hát... ennyi. Forgatás. Most meg sem jelenik semmi. Hát itt ezt nem tudom. A bútort, várjátok, tehát hogy a tévét nem engedi forgatni? Ugye a tévé, ha visszaemlékeztek a szobára, akkor ez így volt a tévé. Várjátok, hagyd nézzek meg valamit, mert lehet, hogy ezt nem is lehet forgatni. Ó, wow! Hát látjátok? Ez az. Tehát, hogy most így tudtam forgatni. Tehát forgatás.
Itt nem látom a tévét viszont. Emeljük föl a tévét. Oké. Oké. Azt mondom neki, hogy forgatás. Csak értek, tehát nem jelenik meg, hogy én a tévét tudjam forgatni. Tehát itt van, hiába csinálok bármit is, nem tudok volna semmit sem csinálni. Tehát lehet, hogy egy tévét csak úgy tudunk lerakni, hogy valamerre ott van, értek? Na kibaszok vele, de már bocsánat. Amúgy még mindig köd van. Sőt, nagyon durva köd van. Azt mondom neki, hogy felszedés. Rádió. És... lerakás. Oda. Mert igazából azt most lekakilom. Engem legalábbis zavar, hogy a tévé az nem felém néz, értitek? A rádió meg tök mindegy. Azt lekakálom. Felszedés. És akkor arra az asztalra rakom le. Jó. Lerakás. Így. Tehát nagyon az asztal alá le kell kattintani. Mindig mellé kattintottam. Jó. És akkor azt mondom neki, hogy... Vagy mi lenne, hogyha ezt... Á, de az a helyzet, hogy tök mindegy. Jó, nem ez így jó. Mert akartam, hogy bútort is odarakok elé, de tök mindegy, mert ez nem így működik. Tehát, de amúgy sem, tehát hogyha így rákattintok, akkor nem tudok leülni. Alvás van. Tehát, hogyha itt a heverőn akarok aludni, és közepes az ágy minősége. Ugye, itt meg akkor le lehet ülni a földre. És hogyha ilyenkor jobb egér gombot nyomva tartjátok, mint a harci módba kerülnek, akkor tudjátok forgatni. Egyrésztről. Tehát igen, és hogyha megnyomjátok a VHSD-t, akkor föláll. És ott megint csak annyit lehet csinálni, hogy így... Tehát nem tudok szépen leülni a tévével szembe. Egyszerűbb, így megállunk vele szembe, és kész, ennyi, nézzük a tévét, kész. Na hát ezt találtam most, nem tudom, hogy ezt... Lehet, hogy nem is lehet forgatni, tehát a bútorokat engedte forgatni, de a tévét nem, és szerintem ugye a rádiót sem értelemszerűen. Hogy állunk? Mintha szakadozna a köd. Á, de 11:20 van. Nem, gyerekek. Figyeljetek, elég messze van. Én nekem ehhez nincs bátorságom. Tehát ki kell jönni az útra. Itt keresztül nem akarok vágni, mert nem tudom, hogy milyen sűrű az erdő, arra már nem emlékszem. Tehát ki kell jönnöm az útra, eljönni idáig, és így, ide. És szerintem ezt nem tudom megtenni. Dögölj meg. Ja, várjatok, úr, egy szódás palack. Ne felejtsem el. Illetve iszunk egyet. És kajásak is vagyunk. Basszus. 50. Hát szerintem elmegyek, el tudok menni talán odáig, jó? Meglátom, ha úgy érzem, hogy nem, akkor inkább visszafordulok. De... Tehát sötétedésig kéne nekem odaérni. Eszünk csokit. Azzal jól vagyunk lakva. Oké. Okay. Jó. Mert ugye fotni nem lehet. Arról kőkeményen lebeszélnék bárkit is, hogy futsatok. Azt nem tudom, hogyha így nyílegyenesen mennék, hogy akkor... Na nem. Azt sem akarom megkockáztatni. Hát ismeretlen terepre ne nagyon vezessétek az embereteket. Pláne, hogy ki tudja, hogy milyen sűrű erdő lesz. Nem. Nem basszus.
Ácsi, azt viszont tudom, hogyha szerintem erre elmegyek, és itt erre lesz egy ösvény. Tehát arra emlékszem. Remélem, hogy most nem hűtem meg magamat. 12-20. Ugye ezért mondtam azt, hogy nagyon meggondolandó, hogy hogy induljak el, mert... Nem futhatok. Nem lehet futni. Kimelegedjek, meg mit tudom én, Nézzétek meg, milyen sűrű az erdő, basszus. Ezt akarom elkerülni. Jó? Ugye ezt mondtam, hogy van ez a trükk. Még messzebb. Csak zombi ne legyen így a fák között, mert... az gáz. Ott, arra menjünk ki. Arra menjünk ki, töki. Ez az. Jó. Nem találtam meg azt az ösvényt, de mindegy. Hoppá, rézi mi? Már arra figyelni kell. Lehet amúgy, hogy érdemes lenne megnézni, itt valami építkezés van, de... Hopp. Arra menjünk. Tű, basszus. Ott van. És ugye ilyen zombik természetesen lehetnek az ilyen ösvényeken is. Jó. Ó, gyerekek, jó. Oké. Erre itt át lehet menni. Mert itt egy házhoz jutunk. 13:30. Ó, jó lesz ez. És ugye ott vár készen minket a kocsi. Tehát, hogy beülünk és ennyi. Vissza kell vele jönni, csak ennyi a feladat. Talán még azt mondtam, jó, meglátjuk, hogy mennyire leszünk teli zombikkal. Ugye, ha jól emlékszem, még azt meséltem, vagy mondtam, hogy ott van a kocsi. Most már elkezdenek kiszűrni a zombik, hogy ahol a mentőautó van, hogy ott valamelyik házat megnézem. Ugye azt még nem tettem meg. És ez a ház lesz az valószínűleg. Ugye ezt nem tettem meg. Emlékeim szerint. Ha nyitva van az ajtó, akkor megtettem. Ácsi, itt most nincs is ajtó? Nincs azon az oldalon ajtó. Jó, jön utánam egy zombi. De megküzdünk vele. Wow, katonai csizma! Farmer
Hát, ingünk van már. Jó, mindegy, viszem. Jó, nézzük meg őt is. Vagy ezt, jobban mondva már ezt. Torna cipő, mert ugye semmi cipőnk nem volt. Valahogy nekem eltűnt a cipő. Bugyos farmer, tök jó, vigyük. Jó, és akkor be a házba. Rövid nadrág nem. Panyek. Megnézzük, hát nyitva az ajtó. Kérlek. Nem akarok sok időt elbaszni. Azt nem nyitható. Nem fogok betörni most már. Ott dögöljön meg a játék, ahol van. Hogy megint, ne adj Isten, megsérüljön, tudjátok. Nyisd már ki valamelyik ablakot. Ilyen még nem volt. Mert még szórakozik velem a játék. Milyen karakter ez? Nem mondok semmit ezek után. Tehát egy ilyen kis kulipintyó szart, értek, be van riasztva. Elég. Ez amúgy számít, hogy mennyire hangos egy kocsinak a motorja? Nem tudom ezt sem. Mert ennek elég hangos. Ó, nézzétek meg. Még a erdőből is oda mennek. Hát ez nem jött össze. Legközelebb, ha arra járok, akkor már meg tudom nézni az épületet. Amúgy, ha más nem, akkor betöröm az ablakot. De az egy jó állapotban lévő mentőautó, nem akarom ott hagyni. És nincs messze. Tehát megint el lehet érte menni. Jól van. Nem volt ez rossz. Valószínűleg ugye ezt használom majd, ezt a kocsit. Hát ebben most több benyó van. El kell menni az agregátorért, illetve átnézem a kocsit. Jó, hogy nagyjából jó. Illetve átnézem a kocsit, hogy megnézem azt, hogy mit tudunk belepakolni. Ezt kipakolom innen. A szemetet el ne felejtsem kidobni. Szerintem azt minden kocsinál adja magát, hogy mindegyik ülésre akkor 20 kilót pakolhatunk. Jó. Ó, üres szódászdoboz, személy. 39! Igen. Jó. Erre kell számítani, srácok. Erre kell számítani. Ugye ez a kocsi, ez nem olyan kocsi, hogy teherszállításra nagyon alkalmas. Oda dobtam le ugye a szemetet, emlékeim szerint. De most már akkor legyen az a szemetes, aztán ennyi. Jó.
Üres szódás doboz nem kell, kukorica nem kell, rúzs nem kell. Üres jegyzetfüzet természetesen maradjon. És ha jól látom, akkor a többi az mind marad. Jó. Akkor nézzük meg, hogy mi ez a épület. Hallok zombit! Oh, anyád! Anyád, anyád! Na most az lesz a szép, ha ez fog engem kinyírni. Ki tudom, várjátok, nem is tudom kinyitni az ajtót. Nem. Akkor ő ki fog törni. Akkor ő ki fog törni. Nincsenek ablaka. Akkor megvárjuk, míg kitöri az ajtót. Sajnos ennyi. Átmászás rajta? Nem. Biztos, hogy nem. 16.40. Éhesek vagyunk, meg mi a baja? Fáradt és lepihenne. A gabonát addig megeszem. Jó, egész jól állunk. Nem tudom, mennyi idő, míg kitöri az ajtót az a nagy harci helyzet. Nem akarok bemászni. Nem tudom, nem tudom azt sem, hogy ez milyen épület, mi van bent. Hogy néz ki? De ez valami tyúkolnak nézem amúgy természetesen, mert... Vagy nem tudom, mindegy, tyúkolnak nézem. Szárnyasodunak. Nem tudom, mennyi idő még kitör. Kik a ajtó. Villanyszerelés sajnos nagyon lassan halad. Ennek erre is oda kell figyelni, tehát egyszerűen megint annyi a tennivaló. Elmenni benzines kannát keresni, elmenni idehozni az agregátort. Fejleszgetni magunkat. Hát jó, mondjuk igen, tehát azt kéne megcsinálni, hogy bemenni a városba, és járni a házakat, és szétszedni mindent. Sőt. Várjatok csak. Nem, azt hiszem, azt nem tudjuk mi szétszedni. Arra emlékszem, hogy van a főút mellett egy olyan üzlet, ahol ilyen talán tűzhelyek, mosógépek, stb. Vannak. De ugye azt nem tudjuk én úgy szétszerelni. Tehát olyan valami üzletet kéne találni, például tévék vannak. És akkor fogom és szétszedem az összes tévét. Törjem el ki azt a rohadt ajtót. Most nagyon idegesít. 17.40. Menjünk be. Hát figyeljetek, most itt belesek. Igazából semmi extra. Annyi, hogy egyből nekem fog esni valószínűleg. Igen, most sejtettem. Több nincs. Egyből nekem fog esni. Oh, wow! Wow. Rendőr, mi a francot keresett itt ez a hülye? Á, jó, bocsánat. Értitek, tehát szegénykém itt meghalt. Hú, basszus kulcs. Hát ez kemény. Oké, pisztolytáska gyerekek, jobb egérgomb, viselés. Itt megjelenik egy új lehetőségünk. De viszont pisztolytáska, értitek? Tehát ennyi. És nő volt, hát gondolom, mert melltartója van. Rendőr katona nadrág. Hát nem tudom. Jó, vigyük magunkkal. Sörétes puska. Ha minden igaz, meg is van töltve. De ugye az a helyzet, hogy a sörétes puskát... Tehát hiába vettük, ez oldalfegyvernek van, tehát jobb pisztolytok.
Ez pisztolynak van. Várj, akkor fekete cipőt aztán átpakolom. Alsónadrág, meg ilyen baromságok nekem nem kellenek. Felrakás, hát. Annyit lehet vele még csinálni amúgy. De ugye azt ne felejtsétek el, hogy bizony, hogy a súlyunk az csökkenni fog, tehát amit tudunk magunkkal vinni. Holttest felszedése. És nem tudom, valahova itt a sarkába lerakom. Szegény kémet. Ott van. Hát tök jó vagány ez, csak jól meg kell gondolni, hogy mit viszünk magunkkal. Jó. Ácsi. Ez legyen nálam. Nem, le fogom rakni a sörétes puskát. Sőt, tudjátok, hogy mit fogok csinálni? De jó, most akkor megvagyunk, ugye? Igen. Itt van a kocsi, amiért küzdöttem. Szerintem azt fogom csinálni, srácok, hogy itt fönt a szobába berakom a setit. Ott van, és akkor simán így átdobom. És akkor ez így itt lesz az ágyunk mellett. Rendítsek? Mi csinálunk? Nagyon fáradt, kurvára fáradt. Ez hihetetlen, hogy mindig elfárad. Basszus, nem én mit építkeztél még életedbe? Mertük, az hol lehet? Ja, várjatok, azt egészség. Nem, info. Aha, info. Na és akkor ott itt lehet megcsinálni azt, hogy egy picit ápoljuk a csókát, de ugye valószínűleg tartom, hogy olló. Olló kell. Az ollót azt pedig most vagy ide a ruhákhoz raktam, de szerintem nem. Na. Igen, hanem ide a crafthoz. Ide a crafthoz raktam az ollókat. Lehet, hogy azt inkább... Lehet, hogy azt inkább átviszem a ruhákhoz. Szerintem jobb ott. Na, jó. Ha esetleg mégsem, akkor majd meglátjuk. Akkor bármikor visszavihetem. Értitek? Oké, és akkor... Most tükjük be. Ja, illetve szépen pakoljuk át a ruhákat, amiket összeszedtünk. Üres jegyzetfüzet az... Arra, az mit is? Az arra ugye jegyzetelni lehet, aha. Ne? Az... Így. Jó. De üres jegyzetfüzet, azt... Na. Szerintem rakom ide. Jó. Nem kell oda menni. Hogy vagyunk? Tehát egészség, info, és azt mondom, hogy maradjon a tüsi haj, nekem tök jó. És akkor szakárborotválás, teljes szakál. Látok, egy picit rövidebb lett, mert a dőgek, tehát még nő a szakáll, meg az ilyenek. Beszarok, nem? Erre is figyeltek. Jó, és akkor ide átrakom mondjuk a...
Ide átrakom hol raktam az ollót? Ja, valószínűleg, hogy ide rakta. Itt van. Jó, ki kell rakni a kezéből. Áj, de zavaró. Rohadt fáradtak vagyunk, akartam volna testmozgást végezni, de nem. Viszont lehet, hogy itt még nekiállok főzőcskézni, srácok. Mert... csak a fazékat nem. És két serpenyőt átrakom. És úgy fogok főzőcskézni. Úgy fogok főzőcskézni. Hogy... a bassza meg, mindig elfelejtem, hogy hús. Kolbász. Ennyi meg egy bambi. Oké. Oké. Nem! Az Isten áldjon meg. Megtöltés. Elfogyasztás. Hogy állunk? Oké. Ugyanis azóta nem végeztünk testmozgást. Mert mindig volt, tettünk, csináltunk valamit. Arra is kell figyelni, az a nagy harci helyzet, gyerekek. Arra is kell figyelni. Nem is tudom, hogy holnap akkor mit csináljak. Mert most már ugye akkor el van rámolva minden. Még lehet, hogy lefekvés előtt ránézek a könyvekre. El kell menni az aggregátorért. Bassza meg! Bebambulok. Basszus, basszus, bebambulok teljesen. Szerintem mára nekem ennyi volt, mert játékból. Kapcsolás. Ugye a szerelést is meg kéne boostolni. Azt nem tudom, hogy mit kell hozzá elolvasnom. Nézzük meg a középhaladóknak. Úgy is közli velünk a karakter, hogy ez most micsodi. Ha nem közli, olvas tovább, akkor az jó. Akkor eltaláltam elsőre. Hogy közép. Jó, egyelőre nem. Egyelőre nem. Oké. Okay. Jó, oké. Gyerekek, akkor ez marad. Tehát a szerelést akkor meg tudom boostolni. Az ácsmesterségre ugye nincs semmink. Wow. Gyógyítás az ugye már megvolt. Igen. Jó, most már gondolkodni nem tudok, most nagyon elkezdtem ásítozni. A könyvet... azt magamhoz vettem. És lerakom oda. Jó, sok van. Fölmegyek! Megetettem a karaktert. Lefekszünk aludni, és ennyi. Még nem is lakott jól.
Teljesen. Hatra vagy hétre van beállítva az ébresztő. Hiszem hétre, ugye? Jó, oké. Innen kellene ugye vinnem magammal száraz kaját. Ó, hagyd már megromlott baszkukuri, akkor ezt kidobjuk. Azt nem is tudtam, hogy a hagyma így meg tud romlani. Ami nonsens, értitek? Tehát egy hagyma azért eláll jó ideig. Jó sokáig. Itt nézzünk valamit. Dobozzab. Csokis chips. Jó, egyelőre ennyi. Egyelőre ennyi. Hagymát majd kidobom valahol. Tudjuk, be kell menni a városba, srácok. És minimum az agregátort elhozni, ez most nem tudom, hogy 10 vagy 20 kiló. De a kocsiba be tudom rakni, ez a lényeg. Azon gondolkodok még rohadt erősen, hogy... Hol van ez a raktár? Industriál. Talán akkor ez lesz a raktár? Talán. Nem, sajnos nem adtam jelölést neki. Kár. Kár érte. Ott van a kajálda. El kéne mennünk lassan a kajáldához is. Basszus. De ugye az a helyzet, hogy hiába megyek el a kajáldába, a legfontosabb dolgom az lenne, hogy valami áramot biztosítsak. Előbb-utóbb ki fog menni az áram a francba. 8 óra. Jó, kilépek a főmeribe. Jó, mert eszembe jutott, hogy itt törpölhetek itt a térkép fölé görnyedve, csak addig meg megy az idő, basszus. És az meg nem jó. Jó, majd még átgondolom, az egy biztos, hogy be kell menni a városba. Az, hogy most mit fogok csinálni, azt nem tudom. A raktárakhoz kéne elnézni, mert egyrészt, hogy ott lehet agregátort is találni, másrészt, hogy meg üres benzines kanál, hát vagy teli. Igen, ezek kellenének, illetve meg a villanyszerelési képességet fejleszgetni. Mert igen, tehát hogy én próbáltam a... Az előző, nem az előző, tehát hogy nem a Ács karakternél, amikor itt voltam a farm bázison. Én próbáltam, tehát én idehoztam egy agregátort, és próbáltam is beüzemelni, becsatlakoztatni, és tényleg csak annyit írt, hogy villanyszerelési képesség szükséges hozzá, vagy ugye megtalálom azt a üzemelési útmutatót. Tehát, hogy nem kell hozzá igazából szerelés, villanyszerelés. És ahhoz meg el kéne érnem akkor minimum második szintet. Igen. Jó van, nem tudom még, hogy mi lesz, jó? Ezt még áttörpölöm. Köszöntöm szépen a figyelmet, jók legyetek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!